Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a részben megmutatom neked, hogy milyen sorozatokból tanulj angolul 2020-ban. Ugye a múlt heti videóban arról beszéltünk, hogy hogyan használd helyesen a magyar és angol nyelvű feliratokat, miközben filmekből és sorozatokból tanulsz angolul, úgyhogy most 5 olyan sorozatot hoztam neked, amelyekkel nagyon jól tudod gyakorolni az elhangzottakat. Kezdjük mindjárt egy könnyed, laza vígjátékkal. Az első sorozat, amelyet szeretnék a figyelmedbe ajánlani, az a Brooklyn Nine-Nine, aminek magyar címe az volt, hogy Nem százas körzet, ha jól emlékszem. Ez a New Yorki rendőrkapitányság egy képzeletbeli 99-es körzetében működő nyomozócsoportról szól, és a sorozat nagyon humoros formában mutatja be a nyomozócsapat életét, munkáját, ügyeit. Úgyhogy én ezt a sorozatot elsősorban kezdőknek ajánlom, mert a karakterek viszonylag egyszerű nyelvezetet használnak, és érthetően beszélnek. Ha pedig tényleg kezdő vagy, és bekapcsolod a feliratokat, és azokkal haladsz, akkor egyáltalán nem okoz majd gondot, hogy megértsd a különböző részek cselekményét. A borzongosabb témák kedvelőinek szól a Black Mirror, vagyis a Fekete Tükör című sorozat. Ez tulajdonképpen az egyik kedvencem, ez egy brit utópikus sci-fi sorozat, amelynek minden része különálló, és ezek az epizódok az információs társadalom és a technika fejlődésének veszélyeit mutatják be egy-egy különálló történetben. Minden rész eltérő szereplőgárdával rendelkezik, sőt, eltérő valóságokban is játszódik, és a sorozat alkotója szerint azonban az összes epizód a mai életünket mutatja be, és azt az életet, amit 10 percen belül élhetünk, ha ügyetlenek vagyunk. Ezért szokták ezt a sorozatot a 21. század alkonyzónájának is nevezni. Úgyhogy, ha bár a cselekményt bonyolultnak és összetettnek szánták, a szereplők dialógusait mégis viszonylag könnyen lehet követni és érteni. Úgyhogy, aki szerette annak idején az Alkonyzóna című sorozatot, és érdekli a sci-fi és a tudomány és a technika, annak egyszerűen egy kihagyhatatlan darab. A következő szám szerint a harmadik sorozat, amit a figyelmedbe ajánlok, ennek az a címe, hogy Explained, amit magyarul úgy lehetne lefordítani, hogy elmagyarázva vagy megmagyarázva. Ez egy információs tévéshow, amelynek minden egyes epizódja egy különböző témát jár körül, nagyon érdekfeszítő módon, mint például a tőzsde, a kódfejtés, az e-sportok, és így tovább, és így tovább. És minden egyes témát egy rövid, 20 perces epizódban dolgoznak fel, ezért tökéletesnek tartom arra, hogy tanulásra használd, és egymás után többször is megnézd az adott részt. Nagyon változatos témákkal dolgoz fel a sorozat. A nyelvezete az jelenthet kihívást, ez elképzelhető, hogy a kezdők számára egy kicsit nehézkesnek tűnhet majd, de ugyanakkor ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy bővítsd a szókincsedet, és a sorozat, az is igaz, hogy a sorozat igyekszik nagyon közérthető módon elmagyarázni a komplexek témákat is. Tehát, hogyha téged érdekelnek ezek a témák, akkor azt javaslom, hogy bátran kezd el nézni, és tanulj belőle angolul. A negyedik a listánkon az Our Planet, vagyis a Mi Bolygónk című sorozat. Ez egy nem túl hosszú sorozat. Tulajdonképpen egy brit dokumentumfilm sorozatról van szó, és sajnos eddig csak egyetlen évad és 8 darab epizód készült el belőle, de részletesen bemutatja a sorozat az emberiség hatását a természetre, például a klímaváltozás és a globális felmelegedés következményeit. Az angol verzió narrátora Sir David Attenborough, úgyhogy akit érdekelnek a természet változásai, az biztos egy nap alatt akarja majd az összes részt megnézni, de hangsúlyozom, hogy tanulási szempontból az lenne az ideális, hogy próbáld meg elosztani vagy szétosztani a saját magad számára a részeket, tehát legalább
egyrészt egy különálló napon nézd meg, tehát ne akard az összes részt egy hétvége alatt letudni. És az utolsó, az ötödik sorozat, amit a figyelmedbe ajánlok, szintén az egyik személyes kedvencem és egy nagyon könnyed vígjáték, ez pedig a How I Met Your Mother, amit magyarra úgy fordítottak le, hogy Így jártam anyátokkal. Ez egy nagyon minőségi amerikai szitkom, több magyar tévécsatornán is ment, tehát elképzelhető, hogy magyar nyelven láttál már részeket, évadokat, esetleg az egész sorozatot valamelyik tévécsatornán. Tulajdonképpen egy fajta modern jóbarátokról beszélünk, öt fiatal ember életét mutatja be New Yorkban, a történet főszereplője pedig egy építész, Ted Mosby, aki 2030-ban meséli el két gyermekének a hosszabb történetét annak, hogy hogyan találkozott az édesanyjukkal. A sorozat nagyon könnyen függőséget okoz, a karaktereket nagyon könnyű megkedvelni, és nagyon sok hasznos amerikai szófordulatot és szlenget lehet ebből a sorozatból tanulni. Tehát ez volt az én listám a 2020-as évre. Válassz ki magadnak egy sorozatot, és kezdjél el azzal foglalkozni, de esetleg mind az ötbe bele-bele tekinthetsz, és utána kiválasztod, hogy melyik az az egy vagy a több, amelyekből szívesen fejlesztenéd az angol tudásodat. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!